Kedves nézőink, ez már a Sziaszta Plusz, köszöntjük Önöket szeretettel, és nem sokára folytatjuk helytörténettel, duplán is, hiszen nem sokára október 6-ának a jelentőségéről, a Szabolcs vármegyei kötődésekről szólunk majd hosszabban és színesen. Aztán egy kiváló helytörténészt mutatunk be Önöknek, aki a tévéképernyőn ritkán szerepel, a Nyíregyházi Naplóban viszont annál gyakrabban és rendszeresen. Szólunk majd egy kiállításról és egy közelgő színházi bemutatóról, a Diótörőről is, színművészek segítségével. Október 6-a van a műsorunk első vetítésének idején, Nemzeti Gyásznap. Különösebb magyarázatot nem is kell mindezt hozzáfűzni, hiszen minden általános iskolás is fejből fújja, vagy legalábbis hallott az aradi 13-akról. Azért ez az óvatos kérdés, mert talán ma már ez sem ennyire egyértelmű, mint ahogy a felnőttek körében sem. Ezért legyünk egy picit büszkék a hőseinkre a következő néhány percben, mert van kikre, és van mire nekünk szabolcsiaknak, Szabolcs vármegyeieknek régiesen fogalmazva. A téma egyik avatott szakértőjét, dr. Bene Jánost, címzetes múzeumigazgatót, történészt kértük a stúdióba. Szervusz, kedves János, hogyha maradhatunk a szokott módon a tegező formulánál. Október 6-a van, de március 15-tel induljunk, jó? És 48-an nem legyen 9-el. Ha már azt mondtam, hogy lehetünk mi szabolcsiak büszkék azokra az időkre, nézzük a tényeket. Hát hogyne, hiszen hogyha csak a harctér eseményeket nézzük, mert október 6-a mégiscsak a tábornokokról szól, Szabolcs vármegyéből három teljes zászlóaj állt ki 1848-49-ben, a híres 48. honvéd zászlóaj, amelyiknek szerencséje volt, mert Komáromba tette el a fegyvert és menlevéllel hazajöhetett, de ott van a 10. zászlóaj, amelyik elsőként alakult meg, szinte hamarabb, mint a fővárosi zászlóajak, 1848. júniusában, ők viszont világosnál tették le a fegyvert, tehát ők osztoztak azoknak az embereknek a sorsában, akikre a kényszer sorozás várt, a tisztek, akiket szintén közlegényként soroztak be a császári királyi hadseregbe, és a 43. zászlója, amik szintén Boros Jenőnél tette a fegyvert, aki szintén osztott ezeknek az embereknek a sorsában. Tehát tulajdonképpen nekünk azért az országos átlagtól kicsit több a szabolcsi hősök száma, és ezek között aztán ugye van két tábornokunk, Csuha Antal és Répási Mihály, van egy csomó ezredesünk, élők, mint Rakoszki Samu, és a legalsó tiszt is ugye a hadnagy 143. Tehát nagyon szépen reprezentált, ha úgy tetszik, Szabolcs vármegye 1848-49-ben. És a harctereken is, igaz? Így van, hiszen hogyha csak a nagyobbokat említjük, a dicsőséges tavaszi hadjáratban, ott van mind a két zászlója, a 10. is és a 48. is, és hát ugye a 60-i, a Tápió Biskély is a Szegi csatában, az Aulik Lajos vezette másik hadtestben van a 45. zászlóaj, elsőként mennek majd a Tápió hídjára, ott vannak Budaostrománál, és igazán ami a zászlót tüntette ki, másodosztályi vitézség érdemel 1849. augusztus 2-a, amikor a monostori sáncokat Görgei személyes parancsára Rakoszki szoronyrohammal foglalja el. Ez fantasztikus dolog, úgyhogy a zászlóját, mint a kollektív dicsőség megtestesítőjét, a zászlója zászlóját tüntetik ki, és rátűzik a másodosztályi vitézségért, mert ez nagyon kevés zászlónak adott meg, és megkapják a vörös sipkát, ami szintén ugye a különleges bátorságnak a látható jele, ez csak a kassai 9. zászlója, a 3. szegedi fehértóra zászlója, és a szabolcsi érte el, és egy ilyen sapkát őrzünk is a múzeumban. Már csak ezért is érdemes mostanság bemenni és megnézni. Igen. Menlevéllel jöhettek haza, akik Komáromnál tették le a fegyvert. Ez is egy érdekes momentum, mit jelent ez pontosan. Másrészt meg, amikor osztoztak a többiek, a másik két zászlóaljunk, azokkal mi történik? A menlevelesek ugye az azt jelentette, hogy ők személyükben szabadságot kapnak, tehát nem lehet őket, ha hazaérnek, a császári királyi törvényszék elé citálni háborús bűnként, mert tulajdonképpen, ha tetszik, hanem ki kell mondanunk, hogy Hajnaú, mint háborús bűnösöket akarta ítéltetni a szabadsághoz részvőket azzal, hogy a törvényes uralkodó ellen fogtak fegyvert, amelyik nem igaz, mert nyilvánvaló, hogy ezek az emberek mind az akkori uralkodó 5. Ferdinánd parancsára léptek át a honvédseregbe, tiszt is és katona is, tehát elvileg uralkodói parancsot teljesítettek, de ezt aztán 48. decemberében, ugye Ferenc József trónlépésével negligálták, azt mondták, hogy ez nem érvényes ez a parancs. Hát ez nonsensz jogilag, de hát a győztes diktálja a dolgokat. Tehát ők hazajönnek menlevéllel, sőt,
ugye elmondja Krasznai például azt is, hogy fölös számban hoztak haza menlevelet, és ezt itthon szépen kitöltötték annak, aki szorult helyzetben volt. Nem ide való történet, de hát tudja mindenki, aki irodalmat tanult, hogy Jókai Mór így jószta meg a bujdosás, hiszen felesége Laborfalvi Róza Komáromban szerzett egy ilyen menlevet, és Jókai Mór úgy, mint az, hogy komáromi védő voltam, tehát nekem... Akiknek viszont nem jutott ilyen. Hát ott viszont az történt, hogy a császári királyi hadbíróság 1200 ítéletet hoz tisztek esetében, ebből 500 halálos ítélet, ebből 106-at végre is hajtanak. A többieket pedig, akik ellen nem hoztak írásos ítéletet, azokat pedig besorozták közlegényként a császári királyi hadseregbe, és hosszabb, rövidebb ideig, általában az 50-es évek közepéig szolgálni kellett a hadseregben, különböző hadszíntereken, Itáliában, ott harcoltak is, más helyeken pedig helyőrségi szolgálatot láttak el, Csehországba, Galíciába, vagy Morvaországba. Tehát nagyon-nagyon megszenvedték ezek tehát az emberek. Úgymond nem csak idézőjelben a 13 tábornokunkat gyászoljuk ilyenkor, hanem azért ezt a 120 tisztet is. Sőt, egy 14. tábornokot nagyon is. Igen. Ő pedig a Kemecsei Répási Mihály, aki Württemberg, tehát 6. huszárezredbeli huszárőrnagy volt, aki hazahozta osztályát Marianpolból, és ő aztán nagyon felfutott, hiszen mint tábornok a honvédség felszerelési és ló utánpótlási biztosa volt, és mivel ezt nagyon jól csinálta, őt halálra keresték a császári királyi hatóságok, és ha nem hal meg kolerába 1849. július 31-én Szegeden, akkor minden bizonnyal ő a 14. karoli vértanú. Tehát ilyen módon is kötődünk ehhez a nemzeti gyásznaphoz. És hogyan még? Tehát mondjuk a szabolcsi zászlóaljak, kiknek a seregeiben szolgáltak? Hát ugye a második hadtestet kell kiemelni, Aulik Lajost. Aulik egy kiváló katona volt. Nem nagyon beszélt a magyar nyelvet, de ugye ezt nem mondjuk akkoriban, hiszen tudjuk pontosan, hogy a 13 táborunkból csak 4 volt igazán magyar, de az a világ más volt. Engedjenek meg, hogyha van rá időnk, felolvasnék egy idézetet. Ez Damjanich tábornok dolga. Damjanich ugyanis összeveszett 1848 tavaszán Hajnauval. Nem véletlenül volt utolsóként, vagy utolsó előttiként Damjanich. Mert Hajnau elkezdte szidni a magyarokat. És Damjanich mit szól vissza? Azt mondja Hajnaunak: tábornok úr, én magyar ember vagyok, és nem tűrhetem, hogy jelenítemben gyalázza nemzetemet és annak legjobb fiait, mert hajnokosatot szidta. Hajnau gúnyos kérdése: nos, hát ő mióta lett magyar? Ugye Damjanich szerb származású. És azt mondja Damjanich, és azt mondja, hogy ez mindenki számára nagyon megfontolandó válasz. Azóta, tábornok úr, amióta föl tudom fogni, hogy aki Magyarországon született, az magyar állampolgár, és köteles Magyarországot hazájának tekinteni is, annak, bármi állásban legyen is, törvényes jogait védelmezni. Hát ennél szebben senki nem fogalmazhatja meg, hogy mit jelent magyarnak lenni. Pedig 9 tábornok, szerb, horvát, örmény, német, mindenfajta ember, de lelkében magyar mindegyik. Hát ez nekem nagy üzenete 48-nak, hogy lehet bárki, aki Magyarországon él, a magyar ügyért szolgál, és addig szolgál, nem szökik meg, hiszen lehetőség volna elmenni a török földre, elmenekülni, itt marad, vállalja sorsát, mert azt mondja, hogy az igaz ügy nem bukhat el, annak előbb-utóbb győzni kell. És ez így is történt. És ez így is történt, hál' Istennek. Igazgató úr, köszönjük szépen. Kérem szépen. Kedves nézőink, egy olyan személyiséget szeretnénk önöknek bemutatni, akinek a keze nyomát gyakorta élvezhetik. Én bátran mondom így, hiszen nagyon népszerű a Nyíregyházi Naplóban az utolsó oldalon, a 16-on az a helytörténeti sorozat, melynek a szerzője I.S. Gábor. Egyébként pont most volt a napokban, hetekben a 200. ilyen írásnak a megjelenése. Mondhatnám, egy jubileumban megint túl vagyunk, de nem csak ezért kértük a stúdióba Gábort, akivel tegezőbe folytatnánk, ha megengedik. Hát szervusz, kedves barátunk. Szervusz, köszönöm szépen. És akkor jön a felvezetés, hogy gratulálunk szeretettel, mert hogy a levéltári nagy őszi rendezvényen egy komoly elismerést kaptál, és akkor most ezt mondd ki te, hogy mi az. Igen, tehát a Nemzetközi Levéltári Napok keretében az a megtiszteltetésért, hogy a Proarchivo emléklapot, a
adományozza számomra a levéltár vezetősége. Hát ez egy nagy megtiszteltetés volt a levéltár részéről. Olyanoknak adományozták ott helyben, akik valamilyen módon hozzájárulnak a levéltár munkájához, szakmai tanácsadással, előadások tartásával, illetve ilyen segítik őket a pedagógiai program, levéltár pedagógiai programoknak a lebonyolításában, plusz olyanok is megkapták, akik valamit felajánlanak, tehát valamilyen tárgyi emléket is, nagyon izgalmas felajánlások voltak, ahogy hallottam a elismeréseket. Hát én, mint pedagógus, azért kaptam, mert hogy a Jókai Mór református általános iskolának pedagógusa vagy, csak azért, hogy ezt mindenki értse, hogy hol tanítasz. Igen, mint a Jókainak a tanára, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az iskolánkhoz nagyon közel van a levéltárhoz. Ahhoz a levéltárhoz a múltunk forrásait őrzik, és számomra nagyon fontos az, hogy a gyerekek ezeket az intézményeket, ahol ezeket a forrásokat őrzik, megismerjék. És a közelségből adódik, hogy állandó kapcsolatban vagyunk a levéltárral, ők is keresnek engem, én is keresem őket, és nagyon szívesen viszem oda a gyerekeket. A csillogó szemmel beszélsz róla, ugye nagyjából együtt végeztünk történelem szakon is, tehát te tudod, mi a levéltárnak a szerepe, de vajon egy átlag nyíregyházi gyermek tudhatja, és ha meg tudja általad, akkor mit talál ott? Csillog a szemem, mert a levéltár olyan környezetben fogadják a gyerekeket, és olyan lelkes levéltárosok vannak, a igazgatónőtől kezdve egészen a munkatársakig, akik szeretettel várják a gyerekeket, és ezt a szeretetet próbálom beléjük oltani az óráimon is. Most éppen ötödikben ez az egyik téma, hogy a történelmi források. És akkor ugye a levéltár az adódik, hogy ott oklevelek, egyebek, és hamarosan ismét bejelentkezem a gyerekekkel, hogy fogadjanak bennünket, mert ott megmutatják a legelső oklevelet, egy icike-picike kis oklevelet, egészen eljutunk a 5. Ferdinándféle díszesebb privilégium levélért, és hogy ezek a gyerekek meglátják, én bízom benne, hogy az ő szemük is ragyodni fog, mint ahogy már korábbiabban tapasztalt, hogy egy-kettőt azért megérint ez a történet. És legyük hozzá, egy óriási szerepe van most a hiteles forrásoknak, illetve ennek a letanításának, szabad így mondani, ma a közösségi média korszakában, amikor bárki bármit bármiről. Igen, ez is nagyon fontos, hogy ottan, tehát pontos ezeket a forrásokhoz kell visszanyúlni, hogy mert akkor, igen, tehát a hitelesség szempontjából, hogy azt is tanultuk, hogy egy forrás nem forrás, de azért, ha összevetjük ezeket a forrásokat, és valamilyen módon a gyerekeknek is megtörítjük, akkor talán rádöbbennek arra, hogy azért óvatosan bánjanak. Szerintem azért nem csak ezért kaptad ezt a elismerést, hanem ezért ne lehet a helytörténészi munkásságod is, hiszen a Naplóban, ugye ezzel a rovattal nagyon sokakat örvendeztetsz meg most már hosszú évek óta. Igen, tehát ez várakozáson felüli volt számomra, hogy tehát nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. Tehát valaki ismeretlenül hívott föl telefonon, hogy kinyomozta számomat a telefonkönyvbe, aztán mondja, hogy annyit mondott csak, hogy egy idősebb pedagógus volt egyébként, hogy köszönöm szépen. És akkor mondja, hogy köszönöm, hogy a emlékeit, a ifjúságát idézik ezek az írások, és ezért keresett meg. Volt olyan is persze, aki azt mondta, hogy ott egy évszámnál tévedtem 5 évet, ő azt szerette volna, hogyha azt pontosítanám. Tehát ilyen is, és örülök annak, hogy tehát másik ismerősök is, akikkel találkozom az utcákon, akik szintén azt egyből mondják, hogy olvastam. Igen, mert ez kis túlzással a lokálpatriótává való nevelés, lehet, hogy erős a szó, és a szándéknak a része, és ezekben te komoly szerepet játszol. Hát ez ilyen népszerűsítő írások, ezek lényegében. Igen, az látszik egyébként világszerte, hogy az emberek kötődnek természetesen a hazájukhoz, de leginkább a szűkebb pátriájukhoz, lakóhelyükhöz. Ez mostanában válik egyre fontosabbá, illetve hát most érezhetjük ezt egyre inkább, amikor már egy jó pár éve azért a tirpák kifejezés már nem csak azt jelenti, mint a nagy budapestiek mondanak, és azért itt vannak olyan helyi vezetők, akik tesznek azért, hogy ez tényleg igazi fényében adjon ez a kifejezés, tehát ez a helyi kötődés, ez nagyon fontos, és a programok is ezt szolgálják nagyon sok. 200 írás, lehet, hogy ebből akár egy könyv is lesz, de ez még legyen a jövő zenéje, viszont számos kötetet azért jegyzel az elmúlt időszakból, ami Nyíregyházára vonatkozik, csak felsorolásszerűen. Hát Nyíregyháza ugye nem nyíregyháziként láttam meg a napvilágot. Mert a Nyírbogdányban. Nyírbogdányban nőttem fel, de a főiskolás évek ehhez a városhoz kötnek, és onnantól kezdve ugye a családalapítás az ma itt történt, és egyébként mindig foglalkozhat az a hely, ahol élek. Tehát annak a történetének a megismerése. Bogdányi voltam, akkor Bogdány történetével foglalkoztam. Nyíregyháziként pedig Nyíregyháza történetével mélyültem bele. Azon belül is
ezeknek az emlékeknek a története. Tehát amikor végig sétálok a városon, a épületek, szobrok, emléktáblák, ott mind mögött van valami. És akkor valamilyen szinten ezt a gyerekeknek is próbálom átadni, meg nyilván a kötetekkel is, amik megszülettek, az a Beszél a Márvány című kötet, amelyben összegeztem ezeket az emlékeket, és az Amiről az utcák mesélnek sorozat a naplóban is, tulajdonképpen ezeknek a színesített változata ezeknek a leírásoknak. És hát te is digitalizálódsz, zárásképpen azért tegyük hozzá, hogyha valaki még többet szeretne a témában böngészni, vagy a régi írásokat visszaolvasni, az hol teheti meg? Igen, tehát ez fontos, hogy egy honlap is legyen erről a témáról, és van egy ilyen oldal, hogy az emlékelek.hu, azon az oldalon minden írás, ami megjelenik a naplóban, azokat visszaolvashatok, illetve sokkal több képpel, tehát nagyon sok cikk, sokkal több képpel jelenik meg, hiszen az újságnak a lehetőség azok korlátozottak, a webes felület viszont korlátlan. Gratulálunk még egyszer, további jó egészséget a munkádhoz, és mondjuk várjuk a 203-at jövő héten. Igen, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Szenzitív a címe annak a kiállításnak, amely október 14-ig látható a Pál Gyula teremben. Találó ez a cím, hiszen a két fiatal kerámia tervező művész, Bori Dóra és Petró Zsuzsanna pályájának kezdeti útkeresését mutatja a tárlat, ugyanakkor utal a tárgyak színére és formájára is, mint ahogy az a Matyasovszki Edit által készített riportból kiderül. Mindkét tervezőművész anyaghasználatának erőssége a porcelán, ami azért is kiemelkedő, mert a porcelán anyaga még ma is korszerű, kiválóan alkalmazkodik a modern technológiához. Az anyag tisztasága, nemessége folytán széles a felhasználási területe. Azonban folytonos felfedezést, alázatot és türelmet igényel, fogalmazott a kiállítás megnyitón Gabuja Márta keramikus művész, mindkét alkotó egykori művésztanára a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolából. Egy helyről indultak tehát ők, útjuk is közösen folytatódott a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen. Azóta más terepen eltérő lehetőségekkel dolgoznak tovább. Bori Dóra 2014-től tanít a művészeti szakgimnáziumban, és ez most a fontos. Nyilvánvaló, hogy a kerámia inkább iparművészet, mint képzőművészet, bár van némi köze a szobrászathoz. A falon látható műhelyrajzok, látványtervek és a mellékelt szöveg feltárják előttünk a tervezői gondolkodás menetét, valamint a kivitelezéshez szükséges paramétereket. A tervezést segíthetik az anyagkísérletek, melyekből úgyszintén találunk párat, például Bori Dóra fagyasztott forma tanulmányait, vagy Petró Zsuzsa csepegtetett természetét. Nagyon sok összecsengés van mind anyagában is, mind technikájában is, tehát kifejezésmódjában is nagyon sok összecsengés van. A kerámiában vannak-e trendek, mondjuk 5 évente, 10 évente felbukkanó trendek színben, anyagban, formában? Tehát ez változó ugyanúgy, mint más trendek, abszolút fontos az egyéni kialakításmód, a sajátos megközelítésmód. Most a fehér a divat, vagy csak a te lelked ilyen tiszta? Ó, hát egyértelműen az, hogy mivel ezek egyetemi munkák főkép, azért is jutott el szinte a forma tervezésig, és magának a tervezés menetének volt nagyobb hangsúlya. Azért jutott el ideig a dekortervek, ugye vannak kiállítva gömbök is, ahol különböző sajátos világszemlélet, úgymond, vagy kedvenc motivumok jelennek meg a munkáinkon. És új funkciók is, úgy látom, felmerülnek az iparművészetben. Én nem láttam még olyat, hogy kerámikus iparművész mondjuk keresztelőtálat tervezett és készített volna. Egyáltalán tényleg a tervezés és a készítés az feltétlenül összetartozik? Abszolút, igen. Szükség hívta létre ezeket az új fajanszokat? Igen, végül is egy probléma. Egy keresés, egy kutatás előzte meg a kivitelezést. Végül is azért volt erre szükség, mivel hogy a piacon sem kapható ilyen tárgy, megvásárolható tárgy, és végül is az volt a lényege, hogy többféle templomban megállja a helyét, és az a letisztult formavilága erre utal.
Pilisen tanítok jelenleg a Gubányi Károly Általános Iskolában, ott mint rajztanár, és alapítottam egy gyermekművészeti műhelyet, úgyhogy annak vagyok most a vezetője a Gubányi Art Kertnek. Kis formáznak, kerámiát készítenek? Igen, az a célom vele, hogy egészen kiskortól az alkotás örömét, a valaminek a létrehozásának az örömét, ezt a gyerekekbe ültessem, és a kamaszkorra se múljon el belőlük, és hogy szeressenek alkotni. Tehát valamennyire nagyon fontos dolgot, vizuális kultúrát tanítasz nekik, azt plantálod belé. Igen, nagyon fontosnak tartom ezt is, a saját művészetem részének tartom azt, hogy a gyerekekkel így foglalkozunk, akár problémákat tárjunk fel az életükből, és az alkotáson, a művészeten keresztül egy új világ felé nyissanak. Most a műhelyem kialakítása az elsődleges cél, úgyhogy szerencsére sikerült most már saját kemencét intéznem, hozzá eszközöket, mindent, úgyhogy most végre a saját munkák és a saját műhely kiépítése a második cél. És akkor a fajanszról a mázos kerámia felé indulsz? Igen, általában, tehát más kísérleteken dolgozunk most, a gyerekek is segítik ebbe a munkámat, és egyelőre most a dekortervezés az, ami nekem az egyetemen egy picit úgy kimaradt. A Fehér Áruig jutottunk legtöbbször, meg nem igazán terveztem dekorokat, úgyhogy most ez a fekete-fehér ilyen mintatervezés, az most egy ilyen új irány. A Fehér Áru, az a fehér porcelán, az örök divat? Én azt gondolom, hogy az az, ami szinte mindenhová beillik, és akkor utána a dekornak köszönhetően lehet ezeket egyedibbé tenni, ezeket a formákat. A gömbök sorozatod az egy játék, egy kísérletezés a lakásdíszítéssel, a interjúrök kiegészítésével, hiszen funkciót nem kapnak ezek a tárgyak. Igen, én általában a funkcionális tárgyakat szeretem, tehát nagyon kevés ilyen díszítő tárgyam van. Ez egy ilyen formai játék volt, hogy hogyan lehet a gömb formát átalakítani mintákkal, egy kicsit megbontani ezt a nagyon feszes formát. Kedves nézőink, színházban szeretnénk Önöket csábítani. Az utóbbi szó már csak azért is vállalható, mert természetesen nem egyedül ülök a stúdióban, hanem hárman, köztük egy gyönyörű színművésznő és egy jó svárdájú fiatalember, a Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja ő is természetesen. A két művész egyébként ritkán üldögél, inkább szalad, rohan, próbál és előadásokon játszik, úgyhogy több témánk is van, de az első, amire most készülnek, a diótörő. Köszöntöm szeretettel Dézsi Darinkát és Lakatos Mátét. Szia, a társulat tagjait. Köszönöm, hogyha maradtunk a tegezőbe. A diótörőről, bár tudom, ennek most ideje is van, de nyilván senkinek nem a effektív cselekvés jut eszébe, hanem rögtön Csajkovszki és a balett. Újabb tagozatot nyitott a színház? Hát, bár így lenne. Bár, de erről azért most tudsz valamit, hiszen... Hiszen kaptam spiccipőt, és lesz egy koreográfia, amiben ez a lábamon látható lesz. És tánc közben, vagy csak úgy mellesleg? Rendes koreográfia, igen, forgok majd benne, meg forgat a Viktor. Igen, szóval egy keményebb felkészülés van e mögött. Tehát lesz egy nagyon pici kis balett. Ennyi lesz, szóval lesz benne. Ne ijesszük meg a nézőket, szóval nem balett lesz, de lesz benne balett. Ez egy már egy dramatizált változat, ami már kering a színházi irodalomban x éve, és mi is ahhoz nyúltunk, illetve az Olt Tamás és a Selmeci Bea hozzányúlt ez az anyaghoz. Ennek van egy erős zenei váza is, de az sem Csajkovszki, hanem Selmeci György. Szóval inkább színház-színház lesz, mint balett, mondjuk. Mindent a műfajja, mert ugye még, ha jól emlékszem, ugye van pici gyerek is, ezt még valami Barbie verzióba is feldolgozták, hát ugye ez annyira menő történet. Például a mi olvasatunkban is vannak babák, például, de azt... Szóval azt nem tudom, hogy létezik-e ilyen változat. A mi változatunk az nagyon közelít egy... Hát nekem az animációs filmek jutnak eszembe, amiket most lehet látni a mozikban, bár egy kicsit már eltávolodtam ettől a műfajtól, de harsányságában, illetve baba és Barbie világában közelíteni fogunk hozzá. És nagyon friss. Igen, ugye volt, ami által annyi új ilyen... Színházunk volt tagja, ugye? Igen. És a Nemzeti Színházban játszik most sokat. Szóval
Hogy általa nagyon friss lesz ez a szövegkönyv, beteszünk egy csomó ilyen mai poént, akár még a Trónok harcáról is utalunk egy-két helyen meg. Hát ilyen nagyon-nagyon, rengeteget nevetünk, úgyhogy biztos, hogy fog minden korosztály. Ugye már rendezett itt a Tomi, és neki van egy ilyen nagyon elementáris, nagyon erős, nagyon kicsit filmes, geges világa, amit egyébként baromi jó színészként csinál, és én bízom abban, hogy mondjuk annak a korosztálynak, aki erre be fog ülni, mert főleg ugye a gyerkőcök fognak ülni, azt vettem észre az utóbbi időben, hogy szeretik, amikor valaki a fenekére esik, nagyot kiált, nagyot szeret, nagyot simogat, nagyot esik, nagyot ugrik, nagyot ölel, és ez ilyen lesz, ez egy teljesen egy jó tempó, jó kis egy óra lesz ez. Biztos, hogy csak fiataloknak és hány éveseknek? Hát, ennyire szokott ezen meg, ez már általános a pici, 1-2-3 igen, általános. De szerintem pont ezektől, amit az Old Tomi tud, család. Hogy így annyira élvezik a felnőttek is így majd. Van, úgyhogy talán a családok csomó is. Csomó ilyen reflektálás van benne, mindenre. Most még zajlik erősen a próba folyamat. Jövő hétben bemutatom. Igen. Bocsánat, csak... A következő egy hét tért nem irigyellek benneteket, mert ugye... Nyilván az a legkeményebb rész, de azért van hol felfrissülni idézőjelben, mert egyéb más darabokban is játszhatok, ráadásul együtt, ráadásul bérletszünetben egy picit marketingezünk azért ezeket igen. is. Hát másnap lesz, a Diótörő bemutatója utáni nap lesz. Most a számolok, 14-en. Szombaton. Az Emilia Galotti. Emilia Galotti. Bérletszünet utoljára a Galotti, úgyhogy aki nem látta, az... Reméljük, hogy eljön és kíváncsi lesz erre az előadásra. Szikár, nagyon szenvedélyes, nagyon pontos. Beérett. Úgy érezzük most. Olyan, hogyha megengeded azt, hogy azt mondjam, hogy szerintem a színészek, tehát azt a fajta szakmát tanulják, amit abban az előadásban lehet látni. Most az illet, hogy nagyon kínai, de hogy ugye... Mondok egy példát, ha a Városháza előtt valaki veszekszik, akkor ugye oda nézünk, amikor ott ülünk a teraszon valamelyik kávézóba, és azt figyeljük, és akkor arra azt mondhatjuk, hogy most színház vagy nem színház. De azért természetes, hogy mi azt figyeljük, és az izgalmas, és hogy ők ott viselkednek. De hogyha a színház képes arra, hogy a nézőtéren ülve olyan zavarba hozzuk a nézőt, tehát hogy aki a színpadon lévő esemény olyan zavarba hozza a nézőt, mert annyira természetes, hogy annyira erős vagy szenvedélyes, de úgy, hogy közben tudjuk, hogy ez meg van dramatizálva, ez egy díszletben van, jelmezben van. Szóval nekem mindig ez a példa jut erről eszembe, hogyha ez nem volt nagyon cirkalmas vagy érthető volt, hogy egy szenvedélyben nagyon, nagyon erős, igazi színház központú előadás van, amitől nem kell félni. Tehát nem kell félni attól, hogy ebbe nincs úgy nagyon kacagás, hanem erős érzelmek vannak. Csak attól kell félni, hogy maradjon jegy, mert ugye csak egy előadás van. Ez a legjobb, de pontosan. De marketing ez ilyen szempontból tiltott, de azt viszont el lehet mondani, hogy a Galottit nem csak mi, vagy ti találjátok jónak, hanem a szakma is, igaz? Igen. Reméljük. Mert ugye volt az a megosztó. Sugok. Igen. Volt a 7 óra 7 színházi portálnak a 40 legfontosabb színházi előadása, amit ők mindig megcsinálnak minden évadban, és ebbe belekerültünk. Meg átkerültetek a határon túlra is. És most vittük Szatmári-Merébe. Transit Fesztiválon voltunk. Milyen volt? A legjobb, számomra a legjobb előadás eddig. Nagyon jól sikerült, igazán. Mindenki úgy eldobta az agyát, úgyhogy... Beleértve a nézőket is. Igen, jó tett a pár hónapos pihenünk ennek abszolút. Igen. Azt figyeltem közben egyébként, hogy leszámítva talán egy fél perces monológot, adjátok, veszitek egymástól a szót. Olyan egységben dolgoztok, mint a színpadon, mert ugye van ilyen szempontból is kötődés. Reméljük. Hát bízunk benne, még igen. Még a Hello Dolly-ba is egy párt játszunk. Meg a Galottiba. Igen. Itt a testvérem a Diótörőben. És még itt is. És még lesz. Az egy másik nőség a testvériség, igen. Hello Dolly. Egyébként a Hello Dolly az most 28-án lesz itthon látható. Szintén bérletszünet, úgyhogy bátra lehet rájönni. És a Rangkolosszeumban visszük november 10-én. Bizony. Ami meg egy komoly jel, ugye, hogy a fővárosi közönség is kíváncsi rá. Igen. Hát igen. Mi mást kívánhatnánk? Tudom, hogy kéz- és lábtörés szoktak. Azt is csak idézőjelben, mert hogy tudjuk, ez hogy... Ez jó. Én szeretem ezt. Igen, szerintem ez. Vagy az angol, I'll keep my fingers crossed, ugye? A legjobbakat. Sok köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Minden jót kívánok. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt a Siesta Plus, reméljük kellemesen töltötték velünk ezt a fél órát is. Ha így van, nézzék meg az ismétlést, vagy ajánlják a rokonaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek is.
És természetesen nézzék továbbra is a Nyíregyházi Televíziót. Ezzel kívánunk kellemes hétvégét munkatársaim nevében is. Viszontlátásra!